Idén is együtt ünnepeltek olimpikonok, sportvezetők, támogatók és persze a versenyzők, szurkolók. A város egyik legnívósabb társasági eseménye a sportgála, mint egy 300 fős közönségét a polgármester köszöntötte. Takács László azt mondta, az egész város büszkeséggel tölti el, hogy ilyen sikeres, sokszínű Cegléd sport élete. Az olimpikonjainknak, kosaras lányainknak és a más sportágakban teljesítő sportolóinknak hála, az egész világ és az öreg kontinens távoli pontjain is megismerhették Cegléd nevét. Nekem, mint a város polgármesterének a versenyek kapcsán ez is nagyon fontos. Az önkormányzat, a város nem csak a sikerekből, a szurkolásból veszi ki a részét, lehetőségeihez képest minden anyagi segítséget is megad a ceglédi sportolóknak, tette hozzá a polgármester. A mai találkozásunk remek alkalom arra is, hogy megerősítsem önöknek, nincsenek egyedül. Sokat jelent számunkra, hogy a városunk sportolói sikeresek, és tudniuk kell, hogy mindig számíthatnak Cegléd támogatására. Szurkolunk és segítünk abban, hogy könnyebben teljesítsék az utat, amelyen járnak, és az íre fel is tudják tenni a pontot. A díjátadáson színpadra szólították a tavalyi év legeredményesebb sportolóit, sportvezetőit. Jó tanuló, jó sportoló díjat vehetett át Keszthelyi Luca atléta, valamint Ócsai Máté asztali teniszező. Az év legjobb utánpótlás sportolója lett Őzbas Szofi, cselgáncsozó, és Árvai Péter ugyancsak cselgáncs versenyző. Az év felnőtt sportolója elismerést Lőrinc Viktor birkózó és Meggyesi Dóra kosárlabdázó vehette át. Az év edzője Cicás László, a CEK vezetőedzője lett. Az év csapata díjat a CEK MB1-es női kosárlabda csapata érdemelte ki. Idén ketten kapták meg az önkormányzat által alapított Ceglédváros sportjáért díjat, Bíró Norbert paralimpikon dzsúdós edző, valamint Zakar László, az asztali tenisz szakosztály elnöke. Speciális sportoló kategóriában kapott elismerést Velkei Gút Ádám. Külön díjat vehetett át Hegedűs Laci triálbajnok és a CVS-e cselgáncs szakosztálya. Színpadra állhatott Vince Hanna motorversenyző is, aki a legtöbb szavazatot kapta a ceglédisport.hu oldalon tartott netes szavazáson. Ceglédváros szabadidő sportjáért elismerésben részesült a Ceglédi Dühöngő Bajnokság szervező csapata. 33 évnyi munkájáért kapott elismerést Békési Lajos, a sportcsarnok műszaki vezetője. Megalakulásának 25. évfordulója kapcsán díjat vehetett át a Városi Sporttörténeti Gyűjtemény és a 20. fennállását ünneplő Ceglédi Kosárlabda Egyesület. A bál idén is hajnalig tartó mulatsággal zárult.